Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás február 6-áig. Itt ezen a képen látható egy férfi. Ez lehet a párod, vagy a lelki társad. Ő tekint egy új irányba. Itt előtte van ez a hajó, ez jelenti a reményeket, de külföldi utazásokat is. Lehet, hogy tervez veled egy utazást, de ez az utazás lehet egy belső út is, egy lelki út. Itt a képen láthatóak a lepkék, és az ősi kultúrában úgy van megírva, hogy a lepkék szimbolizálják a lelki dolgokat. Tehát itt van köztetek egy ilyen lelki kapcsolat. Sőt, az is lehet, hogy ismeritek egymást a múltból, a korábbi életetekből. Ha egy hölgy vagy, itt vagy látható, mint egy sziluett. Tehát nem egy ilyen fizikai közeledés látható a képen, hanem megjelensz az ő álmaiban. És veled együtt tervez itt egy utat. Mint mondtam, ez lehet nyaralás, de lehet egy közös életút is. A kezében vannak itt a botok, és az jelenti a tűz elemét. És a tűz eleme az mindig aktív, tehát cselekedni fog. Te itt nyújtod is a kezed, hiszen érzed az ő érzelmeit, megvan itt ez a lelki kapcsolat, és érzed azt, hogy itt lesz egy közös jövő. De visszatérve a botokra, a tűz elemére, ki fogja mutatni a bátorságát, cselekedni fog, lelkesíti valami. És itt megjelensz nála az ő álmaiban, mint egy királynő. És ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Ez nem csak a lelkesedést jelenti, vagy a bátorságot, hanem a testi kapcsolatot is, ezt a tüzes vonzalmat. És ez a férfi itt megjelenik előtted, ő is uralkodik a tűz eleme felett. Tehát megvan ez a vonzalom kettőtök között. Ami még fontos a ti kapcsolatotokban, itt ez a kép, itt nem a tűz eleméről, hanem a levegő eleméről van szó, hiszen a kezében van a kard, és a kardok azok jelképezik a levegő elemét. És ez szimbolizálja a kommunikációt, meg az ötleteit is. Tehát itt lesz egy találkozás kettőtök között, beszélni fogtok érzelmekről, újra megjelenik itt a lepke, azon kívül lesz itt egy testi kapcsolat. Ami nekem tetszik itt ezen a képen, itt látható a levegő eleme, tehát a gondolatai, a tervei, az ötletei, de itt van alatta ez a talaj. Tehát ő nem csak álmodozik valamiről, hanem ő ezt szeretné megvalósítani, ugyanúgy, mint ahogy itt látható, ő a tettek embere lesz. És miért teszi ezt? Mert itt van a szerelmes pár, tehát ő szeret téged, bízik benne, ő tudja, hogy te is szereted őt, és itt nyújtod a kezed, tehát segítesz neki, vagy kimutatod az érzelmeidet. Ha egy hölgy vagy, akkor ez a két kártya rád utal. A csillagképek jelentik azt, hogy szerencséd lesz, azon kívül, hogy mindez meg van írva a csillagképekben, tehát ez a találkozás nem véletlen. Amit a csillagok még jelenthetnek, hogy egy spirituális területen kibontakoztathatod magadat. És itt meg lesz a belső nyugalom, a belső harmónia. Itt látható a vízöntő jegyének a szimbóluma, tehát utal
az ötletekre is, hogy te is meg szeretnéd valósítani azt, amit tervezel, amit még a vízöntő jegye számodra közöl, hogy te különleges vagy, más, mint mások. És itt a csillagképnél látható a Vénusz bolygó szimbóluma, tehát a te nőiességed, te ezt ki fogod mutatni, és ez tetszik neki, hiszen ebbe az irányba tekint, mint ahogy itt látható. Kettőtök között megjelenik a sors kereke, és az azt jelenti, itt lesz egy sorsdöntő változás, vagy azt is jelentheti, hogy ez a szerelem meg van írva a csillagképekben és a sors könyvében is. Itt ő látható a kardokkal, itt vagy előtte, de még mindig, mint egy ilyen sziluett, és az azt jelenti, hogy ő gondol rád, te megjelensz az álmaiban, de ő még valami miatt fogva érzi magát. Itt a kardoknál a levegő eleméről van szó, tehát kommunikációról, még nem meri kimondani azt, amit veled együtt tervez. De mégis lesz változás, hiszen itt látható, hogy ilyen elegáns lépésekkel közeledni fog hozzád, és átnyújtja ezt az arany kelyhet, és az utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ő elfogadja a te érzelmeidet, nyitott erre, és ő is kimutatja az érzelmeit. Hiszen itt láthatóak vagytok, mint egy szerelmes pár. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!